Azért dolgozom hosszabb ideje üveggel, mert azt hiszem, hogy az olyan dolgok, mint tér és idő, melyekről úgy tartják szobrászi eszközökkel kifejezhetetlenek, megközelíthetők ezzel a rendkívüli anyaggal. Ezek a gondolatok kötöttek le évekig. Egy idő óta viszont maga a fény jelenti számomra az igazi kihívást. Lehetséges-e, és hogyan szoborba megragadni egy ilyen anyagtalan jelenséget? Megpróbálom. Az egész tárgynak a legnagyobb méretű üveglapja, ez a kék színüvegből készülő. Ennek a munkafázisa ugyancsak mindjárt látható lesz. Egyszerűen a rajzon kivágom azt a formát, amire szükség van. Tehát ez az a bizonyos legnagyobb méretű lap, amit utána sablon és egyéb előkészületek után ragasztunk össze tömbé. Az üvegszót hallva elsősorban a használati edények, használati tárgyak jutnak eszünkbe. Ennek két nagy központja ismert Európában, két nagy iskola. Az egyik, ami a meleg üvegre vonatkozik elsősorban, az a Velence Murano és környéke, ahol már a középkorban is nagyon szép dekoratív tárgyakat csináltak. Erre az jellemző, hogy magával a fúvással, a fúvás különböző trükkjeivel hoznak létre nagyon szép, esztétikus, néha színezett tárgyakat.
A másik nagyobb iskola, ami a Németerdők, Csehország környékére utal, az úgynevezett kristálystílus, ahol rengeteg hegyi kristályt és hasonló köveket bányáztak, és ezeket megcsiszolták. Ezeknek az eredeti szintén visszamegy egészen a római korig, de ez főleg elegánsabb királyi és előkelő udvarok számára gyártott tárgyakat. A formailag jellemző jegyei, stílus jegyei a hideg megmunkálásra utalnak, tehát különböző módon vágott, csiszolt, metszett, csillogó tárgyakat tudtak így létrehozni. Magyarország mind a két központtól 7-800 kilométerre, tehát elérhető távolságban vagyunk, és így mind a két iskola, mind a két műhely típus megmunkálásmód érvényesült a magyar üvegesség terén. Ez a kifejezés, pontosabban ez a fajta kategorizálás ma úgy ért tovább, hogy melegüvegnek és hidegüvegnek nevezünk különböző, de egyaránt az üvegművészet terébe, területére tartozó tárgyakat. Az első kiállított üvegtárgyam, üvegből készült munkám, ez az Aggodás című kompozíció, amit 69-ben csináltam. Alapvetően egy család szimbólum, egy férfi női és egy gyermeket szimbolizáló munka. Üveglapokból áll, de akkor a későbbi ragasztott munkáktól eltérően itt ezeket az üveglapokat kemencében olvasztottam össze. Vagyis annyira melegítettem fel a kemencét, hogy éppen amikor az üveglapok összetapadtak, akkor kapcsoltam ki, és így sikerült megállítani egy bizonyos hőmérsékleten. A három elemet egy még elég kezdetleges, meg sem csiszolt üveg posztamensen helyeztem el, rögzítettem ragasztással, ami már előre mutat arra, hogy a későbbiekben milyen technológiákkal dolgoztam. Mindenesetre ezt a tárgyamat akkor is nagyon szeretem, mert igazából az első jele volt annak, az első kísérlet, hogy mit lehet az üvegből egész más eszközökkel csinálni, mint amit eddig megszoktunk, és más munkákban látható volt addig. 40 évvel ezelőtt volt módom arra, hogy öntött üvegből is próbáljak kis plasztikát csinálni. Viszonylag vastagabb grafit tömb, csőszerű grafit tömbnek a belsejét használtam ki úgy, hogy közben különböző grafit elemeket építettem még össze. Maga a formakészítés rengeteg időt igényelt, és a szokásostól teljesen eltérő koncepció jött így létre. De így most szerencsére ez 40 éve megmaradt. Én akkor inkább a minimálban gondolkoztam. A minimál árt akkoriban sokkal jobban foglalkoztatott. A Görbült tér című munkám alapvetően két viszonylag vastag síküvegből készült, és ennek a kettévágásával próbáltam derékszögbe állítva egymáshoz összehozni egy íves teret. Átmenetet próbáltam létrehozni, amivel mint egy dokumentáltam azt, hogy a munkáimnak
milyen fázisokból állnak. Elkezdek egy nagyon durva, azt egyre finomabb felülettel majd felpolírozom ezeket a munkákat. Ezt egyszerűen dokumentáltam ezen a tárgyon belül. Rétegenként homokfúvással eltávolítottam az üveglap felületén lévő krom tükörrétege, és ez adja a belső szerkezetet. Természetesen a tónusok összegződnek, összeadódnak ott, ahol megmaradt maga a krom tükörréteg a felületen. Ez részben egy függőleges gerincet is ad az egésznek. A vége felé jönnek ezek a szép, egyenes és párhuzamos pártmenő függőleges elemek. A cím, a déli szél arra utal, hogy egy vitola formára utal, és ebből az alapötletből többféle variációt csináltam. Ez az egyetlen tárgy, ami birtokomban megmaradt. Csináltam déli, északi, nyugat és keleti szeleket is. Igazából a lényege az volt, hogy különböző szerkezeteket, az üvegnek különböző tónusú, különböző méretű, különböző arányú formáit próbáltam egy ilyen kicsit vitalára emlékeztető formával összehozni, aminek az egyik lényege, hogy a belseje, a tömnek a belseje elég mélyen ki van üregelve, ami szakmailag is elég nehéz munkát jelent, mert az üveg nagyon szeret eltörni az ilyen felületek kialakításánál. Ennek a műtárnak az a címe, hogy Enigma, vagyis rejtély. Alapvetően egy kívülről belehatoló, erőszakos ellipszis. Egy bomba hatol be a térbe. Igen, de ennek a bombaszerű elemnek a formája abból áll össze, hogy különböző rétegekben, különböző magasságú, szélességű rétegekben jelennek meg ennek a szeletei. Ennél a darabnál tudatosult bennem, hogy ennek az egész szerkezetnek a létrejötte és a működési elve lényegében azonos a komputer tomográfiával, aminél az a szituáció, hogy különböző távolságokban a forma változását lekövető formamódosulatokat dokumentálja a gép is, illetve itt ennek a tárgynak az esetében egy ellipszissé, hosszikas ellipszissé összeálló forma, mint egy behatol az üvegtömbbe.
Én 1941-ben születtem Endrődön. Endrőd egy kis ismert helység gyomával összenőtt azóta, de a család édesapám, édesanyám Csanádapácáról indult, ami nincs túl messze onnan, az Alföldön, Viharsarokban. Csanádapáca lényegében orvosházához van legközelebb. Ahonnan a család eredetét dokumentálni tudom, dédnagyapám, Varga Mihály, és a családja látható a képen, felesége Gábris Erzsébet, az én nagyapám pedig akkor 18 éves volt, Varga Imre, aki később asztalos mester lett, és egy ilyen viszonylatban elég jól menő 10 emberrel dolgozó asztalos üzemet működtetett. Bár ott laktak Csanádapácán az esküvőjük a pesti Deák téri evangélikus templomban volt, és aztán természetesen nagyapámat is elvitték katonának az első világháborúba. Az egyik látogatás alkalmával készült ez a kép, amikor édesanyám még nagyon kicsi lányként látható a képen. De egy érdekes történet, hogy mesélt, hogy nagyjából ugyanennyi idős korában a szomszéd kislánnyal rengeteget játszottak együtt a műhelyben és a üzlethelyiségben is. És mint édesapám nem csak asztalokat és bútorokat, hanem koporsókat is csinált, időnként ezekben a koporsókban bujócskáztak. Édesanyám és édesapám 1939-ben ősszel házasodott össze. Édesanyám, anyai nagyapám a 29-es világválság során idegösszeroppanás kapott, és rövid időn belül meg is halt. Édesapámat pedig a helység, a falu tanítatta, de 16 éves korában abba kellett hagyni a közgazdasági tanulmányait, mert az ő édesapja is meghalt. Ilyen módon két árva házasodott össze 39-ben, és elhatározták, hogy akármi lesz, mint egyikük se tudott igazából tanulni, iskoláit befejezni, ezért elhatározták, hogy a gyerekeiket maximális teljes erővel fogják támogatni és tanítatni. Édesanyám 40-ből, aztán nagyjából ugyanez a időszak, egy szűkebb családi kör, egyetlen nagymamám, akit még ismertem a kép közepén, akkor 75 éves volt körülbelül. Lényegében annyi idős volt, mint én most vagyok. Még egy kép az esküvői társaságról, és egy jó nagy ugrással édesanyám 90. születésnapján egy nagy születésnapi ebédet rendeztünk a tiszteletére Márvány mennyasszonyban. A család, a rokonság, kb. 60 ember jött össze, apácai rokonok, ismerősöktől kezdve mindenki ott volt. 96 évig élt. Még egy utolsó kép talán. 1948-ban költöztem Békés Csabára. Békés Csaba a helyszíne az összes
általános és középiskolai tanulmányomnak, tanulmányaimnak, és már korán megmutatkozott érdeklődésem a rajzolás irányában. Az általános iskolában már rajzszakörben jártam, és az akkori ottani tanárom beszélt a város nagyfiáról, Munkács Mihályról, hasonlóképpen, hogy nagymester volt Leonardo és Raffaello is, de mindegyiknél nagyobb volt Munkács. És ezt valóban úgy is gondolták, akkor még mi is elhittük ezt. Aztán 8. koromban már jelentkeztem a városi Munkács Mihály nevét viselő rajzszakkörbe, ahol Mokos József, egy nagybányai indítású festőművész és remek pedagógus volt a szakkör vezetője. Nagyon jó iskolát vitt, nagyon alapos rajzi tanulmányokat végezhettem, és évente egy-két embert mindig fölvettek, vagy az Iparmi Összeti Főiskoláról, vagy a Szegedi Rajztanárképzőre, vagy bárhova, de minden esetre ez egy nagyon jól működés, nagyon népszerű iskola volt. Először a Török utcai művészeti szakközébe akartam jelentkezni, de azt a jelentkezési papírjaimat valahol az iskolában elszúrták, úgyhogy fölvételére sem tudtam el felutazni, aminek aztán utólag nagyon örültek, mert ez pont 56 ősze volt, és mondták, hogy jaj, ott lettél volna Pest, akkor talán már nem is élsz, mert akkor ott lettél volna barrikáda, meg akármi. Úgyhogy végül is Békés Csabán érettségiztem le. Az Iparművészeti Főiskola festő, ugye pontosabban díszítő festő szakjára 1961-ben kerültem be. Ez a díszítő festőszak, amit más országokban, más nyelveken murális festőként apostrofálnak, hasonló iskola, hasonló szak működik Prágában vagy Párizsban is, mind a mai napig. Nálunk mi voltunk az utolsó évfolyam. A díszítő szobrászat az ugyanilyen elveken működött, azt már 64-ben megszüntették, annak Borsos Miklós volt a vezetője annak idején. A lényege ennek a fajta iskola szerkezetnek, hogy két év alapképzés, ami közös mindenkinek, alakrajz és rajzi festői tanulmányok zajlanak, és harmadében kell választani valamilyen szakot mellé. Tehát a díszítő festészet marad, de azon belül lát egy alszak. 1963-ban voltam harmadéves, amikor Gás professzor felajánlotta, hogy a festőszakon belül foglalkozhatnánk üveggel is. Érdekes módon pont 1963 évét teszik. 1963-ban kezdődött az a stúdióüveg mozgalom, ami Amerikában született, legalábbis az amerikai kollégák erről beszélnek. Az amerikai stúdióüveg mozgalom alapvetően a murajnói és velencei üvegművességre épült, de hozzátartozott az űrtechnikát is forradalmasító Kauvu nevezetű hőszigetelő anyagnak a létrejötte, amit nagyon jól tudtak a kisméretű üvegolvasztó utákban is hőszigetelő anyagként használni. Európában más volt a fejlődés, a képzőművészet cseheknél is, mi nálunk is nagyobb arányban játszott közre, emiatt talán nem erre is vezethető vissza, hogy az úgynevezett hidegüveg
Európában sokkal nagyobb arányban hódított, mint a meleg üveg. Európában sok kis huta volt, erdélyi huták, nálunk is parát például. Ezek voltak, léteztek, ismertük, tudtunk róluk, de nálunk voltak üvegcsiszoló gépek, üvegcsiszolóipar, ami például Amerikában nem létezett. És talán ezért is volt annyira meglepő, hogy nálunk cseheknél is, természetesen meg a magyar üveg szakmában is a csiszolásra létrehozott tárgyak is megjelentek. Mi természetesen a csehektől, pontosabban a csehszlovák művészektől tanultuk, mert ugye akkoriban ez még így működött. De akkor is megvolt már külön a prágai és a pozsonyi iskola. A prágai iskolát Libenszky professzor neve fémjelezte, a pozsonyi iskolában pedig Václav Ziegler volt a főiskola tanára, és különböző karakterű. A pozsonyi iskola sokkal geometrikusabb, geometrikusabb irányzatot mutatott, a prágai iskola Libenszky professzor nevével fémjelezve sokkal organikusabbnak mondanám talán. De mind a kettő nagyon átütő erejű és nagyon fontos példa volt. Meg kellene említsek még egy mestert pontosabban. Két építészről is kellene beszélnem. Az egyik Pogány Frigyes, aki a iskola vezetője, rektora lett, akkor, mikor én negyedéves voltam, és Jánosi György pedig, mint építész, foglalkozott velünk, mint murális szakra készülő hallgatókkal, és ő hozott a tervezőirodából olyan terveket, építészeti tervrajzokat, amikből választhattunk, hogy ki melyik munkát csinálja meg élőben. Sok töprengés után végül a krematórium épülete mellett maradtam, ami egy kicsit bizarrnak tűnik valószínűleg, de nagyon izgatott, hogy mit lehet egy ennyire nehéz témából kihozni, egy évig szinte teljesen alapokig, filozófiai háttérig mindent megpróbáltam végig gondolni, tanulmányozni, és végül úgy döntöttem, hogy nem tűzománcból csinálom meg a munkát, ahogy ez a kiírásban szólt, hanem megpróbálom vörös részből megcsinálni. Jó hosszú ideig tartott, míg megtaláltam a motivumomat, az életfát. Az életfa, ami olyan módon szimbolikus, hogy az egyik levele hiányzik, leesett, és már helyette kezd kihajtani az új életet jelképező levél, új levél. Ezt meg is csináltam végül is, egy az egyes méretben, 2,5 méteresben, és erre aztán meg is kaptam a megbízást a temetkezési vállalattól, úgyhogy végül is ez is egy élőnek mondható munka volt. Igen, nem, de ezt a vörös részből hegesztéssel készülő dolgot közölték, hogy ezt én nem csinálhatom, mert csak vizsgázott hegesztő hegeszthet. Úgyhogy erre gyorsan beiratkoztam egy 6 hetes hegesztő tanfolyamra, és hát lényegében 3-4 heten maradt arra, hogy a diplomamunkát, ezt az egész ajtót egy az egyben megcsináljam. Meg is csináltam sok szenvedéssel, éjszakázásokkal, és többször kaptam harangöntő lázt, amit akkor nem tudtam, hogy mitől van, de most már akkor teljesen tisztában jöttem vele. Vörös réz és bronz, de főleg a vörös réz kigőzölgése és beleégzése alapján az ember szervezetében fölgyűlik egy
vérben egy bizonyos rézmennyiség, és ettől nagy lázat tud kapni az ember, úgyhogy ezt legtöbbnyire harangöntőknél fordul elő, erről kapta a nevét. Gács professzor elfogadta festődiplomaként, és valószínűleg fölmerült benne, hogy ebbe a fickóba mozog valami, mert maga mellé vett tanársegédnek, de nem fémmunkákhoz, hanem az akkor induló üvegszakra. 69 táján történt, hogy az egyik ötvös szakos hallgató átjött az Égás professzorhoz, hogy nekik az a formatani feladatuk, hogy három kockából, három különböző méretű kockából csináljanak egy kristálytanulmányt, amit ő meg is csinált sárga részből. De úgy érzi, hogy a kristálytanulmányt üvegből kéne megcsinálni, és hogy hogy lehetne ilyen üveg kockákat létrehozni, és az egészet áttenni üvegbe. Gás professzor bölcsen azt mondta, hogy menjen le a műhelybe, majd ott a bohus fog segíteni. A hallgató lejött, úgy hívták, hogy Lugosi Mária, nagyon szimpatikus, csinos hölgy volt, és nagyon összebarátkoztunk, sőt, 70-ben egy év múlva megházasodtunk. Persze ez egy kicsit hosszabban zajlott, de minden esetre életem nagy eseménye volt, hogy vele összefutottam, mert nagyon szépen, nagyon jól dolgoztunk. Ő is nagyon beleszeretett az üvegbe, és onnantól, tehát 80-tól számítva egyre több alkalommal, egyre több helyen szerepeltünk együtt kiállításokon. Az indulás éveiben, amikor ők kezdték a pályájukat, akkor egy ilyen közös, konstruktív, geometrikus gondolkodásmód határozta meg a művészeti pályájukat, és ez azt gondolom, hogy mindvégig egy nagyon jó alapot jelentett, amire tudtak építeni. Ugye Bohus Zoltán gyakorlatilag tanította a fiatal Lugosi Máriát, tehát Mária nagyon, nagyon korán lehetne mondani, hogy a hatása alá került, de ez valójában nem így van, hiszen egy két teljesen egymástól eltérő és önálló pályát tudunk fölvázolni, persze érintkezési pontokkal, és Mária esetében mindig ott érezni azt az érzékeny női lelkiséget a tematikai választásaiban, a líraiságában, a emberiséget, földet féltő gondolkodásában. Ezzel szemben
Zoltánnál egy sokkal férfiasabb líra, tehát ott is megvan a lírai hangvétel, csak az az erőteljes, geometrikus, matematikai, nagyon logikus, nagyon tiszta, letisztult formalátás, az nála mindvégig megmarad. ...1991-ben hívtek Marikát a Besvelli Bordótól nem messze lévő barokkastélyban rendezett művészeti szimpózium sorozatra. A francia és a japán szervezők az európai és a távol-keleti kultúrában azonosnak tűnő négy emberi fő erényt tűzték ki célul a művészek elé, évente más-más erényt adtak, mint témát a meghívott 5 művész számára. Ebben az évben a Prudencia vagy Prudence szerepelt, ami magyarban úgy írható körül, hogy az óvatos előrelátó óvatosság és bölcsesség. De a lényeg, hogy ezért Marikel megkapta az első díjat, ami nagyon nagy segítség volt ahhoz, hogy akkor el tudjuk kezdeni pont abban az évben a tervezett házunknak az építését. Ez pedig nagyon fontos változás volt a Margit körútról, a Mártir útjáról, a legrosszabb levegőjű környezetbe jöttünk át, mire ez 5 év múlva elkészült 96-ra. '76-ban kapta meg a Ripszám Henrik által alapított ösztöndíjat. Ripszám Henrik festőként dolgozott Angliában, és a iskolánk kezdő fiatal tanársegédei részére biztosított ezt az ösztöndíj alapot. Tehát az én feladatom az volt, hogy azokat az iskolákat látogassam végig, ahol üvegszak működött, létezett. A londoni iskolákkal, elsősorban Royal College-ot látogattam meg, aztán mentem körbe, egész északig fölmentem, tehát nagyjából az útvonalam Gloucester, Stoke-on-Trent, Manchester, Birmingham, Glasgow és Edinburgh. Az egyik stúdióban egy folyóiratot lapozva bukkantam rá egy hirdetésre, hogy az amerikai Corning Üveg Múzeum nagy nemzetközi üvegkiállítást rendez 1979-ben. Örültünk, hogy egyáltalán bekerültünk ebbe néhányan. 4 magyar munkát választottak be ebbe a 280 darabba. Tihazás nem volt, de megjelent egy cikk a kiállítással kapcsolatban a Grand Horizon című lapban, amiben meglepetéssel tapasztaltuk, hogy a kiállításról kiválasztott 10 tárgyat közöltek le foton, és ebben az én munkám is, a Térspirál 2 című munkám szerepelt. Azt már csak körülbelül 20 évvel később tudtam meg, hogy ennek a munkának a fotója az egyik a Corning üvegkiállítás, mondhatnám üvegvilágbajnokság egyik plakátjára is rákerült. 81-ben Kasselben rendeztek egy hatalmas
üvegkiállítást, ahol már díjazás is volt, és ott a második díjat elnyertem, ott már négyen szerepeltünk szintén, mint magyar művészek. Gás professzor tudta azt, hogy 78-ban nyugdíjba kell menni, valakinek át kell adja az üvegszakot, akkor már elhatározta, hogy ezt rám fogja bízni. Szóval az üvegszakon kezdtem dolgozni, és tanultam az üveges szakmát, de közben, miután a diplomamunkám fémből készült, vörös részből, többen azt hitték, hogy értek a fémekhez, és bevallom, én is elhittem előbb-utóbb, hogy konyítok hozzá, és néhány fém megbízást is elvállaltam. És ebben az sorozatban az egyik első és legfontosabb munkám volt a Nagymező utca András út közelében, tehát a Nagymező utcai oldalon lévő akkor már jegyirodának épült helységnek az egyik felülete, aminek a lényege az volt, hogy az építész egy tiszta, csak stószolt, sima tízes üvegből készülő kirakat felületet képzelt el, és azon az egy szakaszon az előírások szerint valami stabil falnak kellett lennie, mert hogy devizapénztár az nem lehet betörhető, megtámadható. Az épületnek a felületére, az említett felület egy 3x3 méteres krómacél domborművet képzeltem el. Ez nagyjából térdmagasságban indult, tehát közvetlenül a jövőmenő gyalogos publikum hozzáérhet hozzá, belenyúlhat, ezért eleve nagyon vastag, 1,5-3 mm-es anyagból, rózsdamentes acélból készítettem el magát a munkát, de ettől függetlenül a karcolása mindenféle feliratok és egyebek jelzése, nemzetközi jelzések megtalálhatók benne természetesen. Ugyanennek az épületnek a belsejébe tervezett egy fadomborművet Csiki Tibor szobrász, akit személyesen nem ismertem korábban, ezzel a munkával se találkoztam, a tervével se, de nagyon megdöbbentem, meglepődtem, hogy mennyire rokon a gondolkodásunk. 76-ban kaptunk egy olyan megbízást, ami meghívásos megbízásként kettőnk nevére volt kiírva.
üvegtömböket ragasztok, ugyanis azzal, hogy több rétegből áll össze az a tömb, az a tömeg, amit megcsiszolok, abban létre tudok hozni különböző motivumokat. Két buborék. És akkor most préselhetjük az egészet. Ennek a tájnak az első fokozatai közé tartozik az általam kifejlesztett csiszolóképen, csiszolókorongon való alakítás, a felületnek a megfelelő rádiuszra való elkészítése. A régi munkatársunk Iván István végezte és végzi.